Vasárnap találkozott először a magyar férfi kézilabda válogatott az új kapitányal, azóta készül a csapat a szerdai portugálok, illetve a hétvégi ukránok elleni elbéselejtezőkre. Talán Dusebajev érmes helyezést várna, a csapatkapitánya a sérült Nagy László lett, a kilátásokról pedig Kovács Péter korábbi klasszissal, a Nemzeti Kézis Akadémia szakák vezetőjével beszélgetünk. Jó vendég, jó reggelt kívánok, Jó reggelt kívánok. Péter, nincs mese, holnap kötelező a győzelem? Hát kötelező a győzelem természetesen, mert nem akkor nincs miről beszélünk. A portugálokat nem tudjuk hazai pályán megverni. És a szlovének elleni kudarc után kötelező és biztos a továbbjutás is? Én úgy gondolom, hogy ebből a csoportból tovább illik tovább jutni, hát hogy kötelező, mondhatni, igen, igen mondhatjuk az, hogy kötelező tovább jutni ebből a csoportból. a forrókását. Te annak a bizonyos fájó bukásnak az okait miben vélet felfedezni? Hmm, hát ugye az egész a második mérkőzés 50. percig úgy nézett ki, hogy minden rendben azt hiszem, hogy összesítésben hét góllal vezettünk, akkor kipukadt a csapat. Leginkább pszichésen erőlétileg, speciális erő létben fáradt a csapat, hát több játékos már a kezétől a lábát tudtam Na most ennél fogva, hogyha azt nézik, hogy most van egy új szakmai vezetés, meg adott egy keret, nagyon sok játékos abból a csapatból is itt van. Arról a csapatról kimondható, hogy már az igazán nagy és fontos feladatokra nem igazán alkalmas, mert elfáradt, fásult és hajlamos ilyen helyzetben kipukadni? Én nem hiszem, az inkább egy speciális helyzet volt olyan szempontból, hogy a Veszprém egy héttel az előtt, az előtt Final Four mérkőzést nem éppen feldobott állapotban. Nem éppen állapotba érkezett haza a szezon vége felé. Ez egyfajta kritika a klubban folyó munkához is, de a játékosok nem voltak, nem voltak top, top formában. A kérdés első felére válaszolva, én azt hiszem, hogy a magyar kézilabda az nem bővelkedik annyira klasszis, illetve jó vállalkozó szintű játékosok van, hogy megengedheti magának, hogy Hát csapatsere, keretcsere az, az... az itt nincsen. Nincsen, nincsen. Azt látjuk is a... a... Igen, igen, hát meggyőződésem, hogy ezek a legjobb magyar játékosok, akik ebben a keretben vannak. Sajnos az élmező meglehetősen szűk, tehát a merítési lehetőség az sem túl széles. Na most, miután, ha valaki akkor te elég jól ismered a magyar utánpótlást, és ezt az utánpótlást már többen meg többször temették, mi a valóság most közvetlenül a nagyok a felnőtt csapat mögött vannak olyan -e alkalmas fiatalok, akik belátható időn belül, tehát egy vagy két éven belül beépíthetők a csapatba? Ö, mindenképpen vannak olyan fiatalok, mert mindig a legjobb játékosok fognak bekerülni a válogatottba, és valószínűleg a legjobb junior korú játékosok, akik Magyarországon játszanak, játszanak a junior válogatottba, akiknek egyszerűen oda kell majd érni, hogy milyen szinten lesznek. Azt nem lehet tudni. Mindig azt mondom, hogy a belgáknak is van válogatottjuk, és a legjobb belgák játszanak ott. Színvonal a kérdés. Ö, de a másik dolog az, hogy most van egy nagyon-nagyon reménykeltő generációnk, az ifjúsági válogatottunk, aki Gyurka János kollégám és barátom vezetésével a nyáron nagy, nagy örömünkre érmet szereztek az Európa Bajnokságban. Európa Bajnokságon. Ebben a csapatban játszik 4, 5, 6, 7 olyan fiatal játékos, aki a jövőben valójában olyan szinten képviselti majd a magyar felnőtt válogatottat, ami továbbra is világ, illetve európai jobban állba Tehát ez lehet majd a következő olyan nagy generáció, mint amelyik majd nagy laciékkal előbb kifut? Igen, biztos. Biztos vagyok benne, hiszen az a, az generáció is úgy kezdte, hogy megnyerték az ifjúsági Európa bajnokságot, Budai Dani, Nagy Laci, Tóth Józsi, Lalus és meg sorolhatnak nevek, Iváncsik Gergő, akik végül is utána a felnőtt válogatottban is húzó emberek, illetve alapemberek voltak. Nézzük most a legfontosabb égető feladatokat, amelyhez hogyha, talán Dusebajevet választotta a szövetség Mócsai Lajos után. Jó választás volt szerinted? Hát Nézd, a puding próbálja az evés. Ez most lehet, én most nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy jó választás, nem volt jó választás. Meglátjuk, hogy mennyire lesz eredményes. Én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz először is, tehát egy országon belül is, főleg, hogyha az az anya országod, például Izlandon volt ilyen, például Alfred Gisztázon évekig volt a Német Bundesliga-ban, Kirbe illetve Magdeburgban is az izlandi válogatott edzője, de ez borzasztóan nehéz feladat. Hát még úgy, amikor nem beszéled azt a nyelvet, és amikor amikor éppen uh, lenne egy szusszanási időd, uh, mint például majd a világbajnokságot és a Dusebajoknak, akkor el kell jönni Magyarországba dolgozni. Meg kell ismerni az embereket, a gondolkodásmódot. Tehát ez egy nagyon én... nagy, nagy ég... leterheltség. Ez nagyon én nagy hogy Az emberek egy klubot visz uh, Én megmondom őszintén, amellett, hogy maximális elismerem Dusebajok uh, tudását, illetve eredményeit, mint játékos, mint edzőként, én, én annak a pártján lettem volna, igen, hát ha, engem, ha engem megkérdeztek volna, de nem kérdeztek meg, mert miért kérdeztek volna meg, akkor én, én, én arra szavaztam volna, hogy magyar legyen. És illetve a szövetségben ugye van egy, egy megegyezés, hogy a kapitánynak főállásunknak kell lenni. Hát most ezek a dolgok is sérültek. Na igen, ez most viszonylag hamar már nem úgy működik, mint a Bocselős esetében ezt már elérték egyszer. A Dusebagyav mellé választott Sótonyi Lászlóról mi a véleményet? egy ö, új generációhoz tartozó fiatal magyar edzőről beszélünk. Igen, fiatal magyar edzőről ö, beszélünk, nagyon képzett ö, ember, emberileg, és én csak a legjobbat tudok róla mondani. Én biztos, hogy jó választás volt, és nem felejtsük el a spanyol nyelvtudását, ami ebben az esetben elengedhetetlen. Ö, könnyen lehet, és az egy jó út lenne, hogyha, ahogy erre egyébként a szövetség elnöke is utalt, hogy benne van a pakliban, hogy Dusebajev mellett ö, szeretnék, hogyha például őt olyan tapasztalatokat szereznem a válogatott irányításánál, hogy előbb-utóbb ő tudja továbbvinni ezt a válogatott a kapitányként és akkor ugye újra új a magyar edző állna az élen. Ez igazából a német szisztéma, akár labdarúgásban, de mm -hmm. kézlabdában is nézzük, hogy a mindenkori e, junior válogatott edző, illetve e, a szövetség kapitány segítője e, idő elteltével lett a kapitány. Én szerintem ez jó út, járható út, hát e, majd meglátjuk, meddig tart a türelm, és hogy e, milyen eredményeket fognak tudni elérni, mert ha nem érnek el vele eredményt, tehát nem, fog, lesz sikeres, akkor ugye egyrészt Magyarországon vagyunk, és teljesen rá fogják sütni ezt a bélyeget, hogy sikertelnek, és akkor ezt a szóltányi lacnak is esetleg tovább kell vinni, de én remélem, hogy sikeresek lesznek. Az, hogy Duse Bajev lehet és hevességgel magasra teszi a mércét, és itt a nagy kontinens, illetve hát a nagy tornákon éremről beszél, ez egy jó hangütés? természetesen egy edző hogyan kezdett. Mm -hmm. Tehát azt nem mondhatja, hogy jó, hogyha utolsó -e előtti leszünk, a akkor, akkor nagyon jó eredmény, és akkor percgőt bontunk. Ugye akkor még elmondanám erről, hogy tehát a Dösebejebb ő klubedző volt. Tehát a napi, ő el is mondta, nyilatkozta, nagyon szereti a napi munkát, amit fiatalnak tartja magát ahhoz, hogy ne dolgozzon, azért ez egy egészen más jelögi munka. Tehát amikor megkapott két a három napra azt a csapatot, hát ez nem könnyű feladat. Hát igen, például most ugye most vannak azok a napok, ugye vasárnap óta, amikor valamilyen szisztémát kellene kialakítani a, a stábnak. Számítasz-e arra, hogy ez az új stáb, Dusebajev és Sótonyi, az, amit látni fogunk a pályán, nagyon jelentősen el fog térni, más képet fog mutatni a válogatott a hadrendje, taktikája mondjuk a mocsai érához képest? Ez biztos, hogy nem. Ez biztos, hogy nem. Ha, ez így lenne, ha két nap alatt ki egy új válogatottat, alakítanak, hogy ez egy nagyon könnyű feladat lenne. De még abban sem hiszem igazából, hogy amikor januárban lesz a világbajnokság és akkor két hetet vagy három hetet együtt tudnak dolgozni, hogy akkor is jelentős változást, vagy nagyon, nem, bocsánat, nem jelentős, hanem alapvető változást mm -hmm. tudjon hozni, hiszen a játékosok képessége, tudás szintje ez adott. Ahhoz kell igazítani igazából a taktikát. Ha megnézem a világot, tehát ha, ha akár világbajnokságot, akár Európa-bajnokságot, minden csapat három 3-4 taktikai elemet alkalmaz. E, hogy mondjam, kicsit sótlan lett a kézlabda, kiszámítható lett. Ugyanakkor... GPS e, igen. Tehát e, mondtad nekem hogy gépies. Eltűntek azok a nemzeti sajátosságok, amik régen ugye jell jell jellemeztek egy-egy országot. Azért, ezt, vagy azért mondhatom ezt ilyen biztosan, mert az utóbbi két Európa Bajnokságon én voltam az Európai Kézlabda Szövetségtől, az a személy, aki elemezte az Európa Bajnokságot. Tehát azt akartam ebben csak mondani, hogy újat nem fognak találni a nap alatt. Tehát avval kell főzni, ami van, körülbelül az a három-négy taktikai megoldást lehet alkalmazni. Na most ezt alkalmazzák mondjuk a franciák, a spanyolok, a horvátok, az egyik eredmény, és a másik nem. Tehát maga a minősége, azt fogja eldönteni. Hogy mennyire ez... fáradt a játékos, mennyire... Mennyire és precíz. Mennyire, mennyire precíz, precíz és, és mentálisan mennyire lehet feltüzelni így őket. Így van. És mennyi... ahogy te mondod, mennyire fáradt, inkább azt mondom, mennyire friss. Mm -hmm. És mentálisan valójában, tehát a motiváció borzasztó sokat számít. É, nem tudom, vegyesek az érzéseim az a kapcsolatban, hogy te optimista vagy-e. Ha csak az -e, meg főképpen, hogyha majd az olimpiára gondolunk. Hát ez egy, ez egy, ez egy nagyon nehéz feladat lesz. <kül> Ezt mindenkinek kell tudnia, a szövetségvezetésének, <kül> illetve az edzőknek is. Ez egy borzasztó nehéz feladat természetesen optimistán kell belemenni, tehát, tehát meg kell próbálni mindent megtenni, amíg van rá remény, a világban is után okosabbak leszünk, hogy hány európai csapat végzett az első hét helyen, milyenek az esélyünk és csap melyik, csapatok, milyenek az esélyek, mert ezok után kell majd a legjobbnak lennünk az elbén, ez lehet akár optimálisan a nyolcadik hely is, de ne felejtsék el, hogy nagyon sokan, nagyon sokan hajtanak majd erre a helyezésre. Hát bíton kemény lesz annak, meg akkor optimizmusba örüljünk, hogy van -e egy olyan új generáció, amelyik majd be tud érni viszonylag hamar. Most meg hát szerepeljenek minél jobban, Péter. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.